játszok a figurával. Na figyelj ide! Így kell csinálni! Igyekezz! Hisz augusztus 13-áig lehet jelentkezni az 5. erdélyi legényes és vergünk versenyre. Várunk mindenkit szeretettel augusztus 31-ért a Kultúrpalottába. De nem csak ennyi lesz a néptánc, ennél jóval gazdagabb program várakozik a forgatagozókra. Nagy szeretettel várunk az idén is a forgatagra, ahol a néptánc komoly helyet kap, és ennek örvendünk. A Maros Művész Együttes az idén is vállalkozik arra, hogy kiáll ebben a rendezvényben különböző tevékenységekkel, többek között gondolok néptáncra, népzenére, népdalokra. Ezért szeptember 1-én nagy szeretettel várunk benneteket a Ligetbe, ahol helyet kerítünk a kicsiknek, nagyoknak, amatőröknek, hivatásosoknak, hogy bemutatkozzanak, és bemutassuk azt, hogy mi mennyire vagyunk erősek együtt, összefogva is, mik a kincseink. Nagy szeretettel várunk mindenkit. És ezzel még mindig nincs vége, igaz-e, Barni? Így igaz, a Bekecs Néptáncszínházzal két előadással is jelen leszünk a forgatagon. Először még a hivatalos megnyitó előtt 22-én a Szent István napi ünnepkör keretén belül Ember az embertelenségben című előadásunkat láthatja a közönség, majd 28-án a Legendák kertjében című gyerekműsorunkat. És akkor még mindig nem beszéltünk arról, hogy mi minden vár a népzenét kedvelőkre a Borudvarban, ahol a Hagyományok Háza erdélyi hálózatának szervezésében népzenei koncertekre kerül sor, azon kívül pedig a Ligetben Szalóki Ági gyerekkoncertre, gyermektáncházra, szombaton nagy forgatagos táncházra, és ami a legfontosabb talán az összes közül, hogy augusztus 30-án a Magyar Állami Népi Együttes nagy színpadon fogja bemutatni a Magyar Rapszódia című előadását.